Balesetet okozott egy férfi Enesén, majd a vele utazó sérült gyerekeket hátrahagyva elment a helyszínről. A kocsiban utazó gyermekek mindegyike megsérült, a vádlott fiának a keze is eltört. Ennek ellenére a férfi nem hívott hozzájuk mentőt, csak saját magához. Az eset még márciusban történt. A győri járási és nyomozó ügyészség most emelt vádat a férfi ellen, segítségnyújtás elmulasztásával és közúti baleset gondatlan okozásával vádolják. Nem csak ebben a balesetben hagyták magukra a gyerekeket a kocsiban, hanem is gyakran, de bevásárlásnál és ügyintézésnél is előfordulhat hasonló eset. A probléma ott kezdődik, ha a szülő kánikulában és átforrósodott járműben felejti ott gyermekét, ami könnyen tragédiához vezethet. És itt is van velünk Makai Gábor, klinikai szakpszichológus. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hogy fordulhat elő ilyen, hogy egy édesapa karambolozik, három gyerek van az autóban, abból kettő ráadásul az övé, és mindenféle segítségnyújtás nélkül ott hagyja őket? Én azt hiszem, hogy én jó hiszemű vagyok, bár ugye nem ismerem ezt az adott esetet. Én feltételezem a sokkos állapotot. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy egy anyuka vagy egy apuka csak úgy magára hagyná a saját gyerekét, és azt mondaná, hogy az én életem fontosabb. Ha valaki egy sokkos állapotba kerül, vagy egy pánikszerű állapotba, akkor tud olyat tenni, amit később akár megbán. Ez a sokkos állapot az, hogy a tudata beszűkül. Tehát magyarul nem úgy tud gondolkodni, viselkedni, reagálni, ahogy egy tiszta tudattal képes lenne. Ez ki fog derülni, ahogy hallottam, eljárás indult ellene. Vizsgálni kell ezt a helyzetet. Én mondom, azt feltételezem, hogy inkább valószínűleg egy beszűkült tudatállapotnak a következménye az, hogy ő ezt tette, és nem egy elmebeteg, pszichopata apukáról van szó. Miközben nagyon sokat beszélünk a közlekedési maráról, meg arról, hogy a sofőrök egy része mennyire agresszív, ezzel csak feloldozzuk magunkat, a bűneinket az alól, hogy ez mind-mind a nagy forróság és a meleg miatt van, vagy amúgy ez nagyon jellemző ránk, és egyébként ez egy hajlamosító tényező is? Egyetértek veled, ez egy hajlamosító tényező. Az az ember, aki eleve agresszív, akár az utakon kívül, tehát nem az autóban, az az autóban is sokkal inkább nagyobb valószínűséggel lesz egy ilyen haragos, agresszív vezető. Miből táplálkozik egyébként? Nagyon sokféle verziót szoktunk arról hallani, ugye vannak olyan dolgok, amiket nem mondhatunk ki, hogyha egy férfit járunk egy nagy terepjáróba, akkor ugye erre is van egy mondás. Nem, hát ki lehet mondani, igen, szóval, hogy valóban az szokott lenni, hogy valahogy az ember az kompenzál. Aha. És hogyha egy önértékelési sérülés, akár egy önértékelési zavar áll a háttérben, akkor erre szoktunk mondani, hogy nagy autó, kis pénisz. És hogy nagyon sokszor így van, hogy az autót eszközként használják fel arra, hogy az önértékelését helyreállítsa. Nem az a baj, hogyha valaki mondjuk a leálló sávban 200-zal megy, mert az nem egy, a pszichológia értelme az nem egy agresszív magatartás. Az az agresszív magatartás, hogy ha megjelenik a szándékos kár okozás, azaz, hogyha föl akarja venni a versenyt valakivel, felveszi a kesztyűt a másikkal, és le akarom tolni, ledudálom, lenyomom, tehát hogy valamifajta versenyhelyzet kerül, na ennek a következménye, hogy hát ez együtt jár a balesettel valóban. Na jó, de ennek például semmi köze nincsen ahhoz, hogy meleg van, kánikula van, hőség. De hát annyi köze van, amit ugye Robi is mondott, hogy egy hajlamosító tényező. Mm-hmm. Tehát abból induljunk ki, hogy a húzamosabb ideig fennálló magas hőmérséklet vagy alacsony hőmérséklet, az emberi szervezetet megterheli. Igen, önmagában is. Önmagában is megterheli. Tehát, hogy fokozza, tulajdonképpen a frusztráció tolerancia az csökkent. Tehát, hogy kevésbé tudjuk az impulzusainkat, az indulatainkat kompenzálni, vagy kontrollálni. Kompenzálni tudjuk. A kompenzáció pontosan pedig az agresszió. Egyébként a dühös, tehát ennek a következménye, ha valakinek ez a frusztrációja nem tudja kontrollálni, ennek a következménye, hogy haragos és dühössé válik, és életveszélyes, tehát ön is közveszélyes az az autós, vagy az a vezető, aki haragos és dühös. Én el sem tudom képzelni például, mi lenne az ellenzéki politikussal itt a stúdióban, hogyha nem menne a légkondi. Hát mi lenne itt? Egyébként most csak tárgyalva teszem hozzá, hogy amikor idejöttem taxival, ez egyszerűen olyan meleg volt a kocsiban, én is kértem, hogy kapcsolja be a légkondit, és akkor jutott eszembe, hogy igen, tehát hogyha meleg van, egyszerűen az ember akár úgy szól a másikhoz, ahogy nem biztos, hogy mondjuk hozzászólnék egy másik helyzetben. Tehát, hogy tényleg ki tudunk jönni a sodrunkból, és hogy megjelenik egy csomó olyan mellékhatás, vagy negatív tünete van annak, hogyha egyszerűen izzadunk, és meleg van. De én mindig azon gondolkozom, most nézést, hogy a szavába vagy. Én gondolkozom ugye robogósként. Miért zavarja az a buszvezetőt, az autóvezetőt,
hogy én tudok menni az én sávomban gondtalanul, mert robogóval megyek. Mert irigyes féltékeny. Azért, mert ő dugóban áll. De hogy ő valószínű már 12 órája áll a dugóba, te pedig akkor szépen robogóddal jössz. Ez összefügg valakinek a személyiségével egyébként? Össze. Azt gondolom, hogy egyértelműen össze. Tehát, hogy az ember, pedig mondjuk az jobb esetben a busz sofőrök annyira nem agresszívak, de hogy mindenkiből kiváltódhat az agresszió, hogyha frusztráció huzamosabb ideig fennáll. Tehát a frusztráció az agresszióhoz vezet. És az ember szeretné csökkenteni ezt a belső feszültségét azzal, hogy agresszívá válik az utakon. Egyébként a közlekedési morál a kutatások szerint Magyarországon, ami motiválja a magyar sofőröket, az, hogy a menetidő az mindenképpen csökkenjen le radikálisan, zárjelbe téve, 2 perc maximum, ugye a GPS-et, kb. Ennyit tudnak lefaragni, de ez egy baromi fontos dolog, hogy csökkentse egyrészt a menetidőt, és hogy a magyar ember kevésbé fél vagy szorong a balesettől. Tehát, hogy meg akarja mutatni, én bátor vagyok, ügyes vagyok, és megy ez a manőverezés. Na, ez jellemző a magyar sofőrökre. És mit kell tenni annak érdekében, hogy ilyen nagy melegben is kevesebb legyen a konfliktus az utakon? Én azt hiszem, hogy most lehet, hogy sokan hülyének néznek, de hogy nem szabad fölvenni a kesztyűt. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy én erőszakoljam meg magamat, és mondjam azt, hogy nem is vagyok dühös, de hogy nem, legyek baromira dühös, de hogy próbáljam kontrollálni azt, hogy nem megyek bele ezekbe a játszmákba. Tehát, hogyha látom, hogy ott jön mögöttem 200-al és próbál lenyomni, hogy akkor ne az legyen, hogy én ráfékezek, és akkor majd karambolozunk, azt majd jól agyonverjük egymást. Tehát, hogyha nem vesszük fel a kesztyűt, akkor ez a feszültség tud csökkenni. Beszéljünk most még kicsit arról, mert ez is ugye nagyon érdekes. Csapódik le a hazai közutakon, és ugye mindannyian jártunk már külföldön. Nagyon sok külföldi országban, ha dudálsz, azt nem azért teszed meg, mert valakinek azt üzened, hogy anyád, hanem figyelmezteted, hogy ott igen, vagyok, jövök. Igen, szintén feltétlenül sértődés, meg veszekedés. Magyarországon dudálsz, ez pont tegnap fordult, hogy a robogóval mentem a nagy dub. Tényleg csak azért, hogy ne húzódjanak, vagy ne húzzák rám, hogy az autójukat dudáltam. Erre mit csinál az a sofőr? Kikiabált az autó ablakán keresztül, hogy ne dudálj, te... Barom. Barom. Igen, ez a szebbik verzió, nem ezt a szót, vagy kifejezést használta. Igen, egyébként valóban igazad van neked is, hogy sértődékenyek vagyunk. Tehát, hogy megsértődünk azon, hogy akkor engem ledudáltak. Én egyébként hozzáteszem a zárójelbe, hogy nekem egy óriási nagy T-betű van az autómon, és hogy észreveszem, hogy tényleg előzékenyebbek, vagy türelmesebbek. Egyébként veled? Tényleg előzékenyebbek. Van egy pár olyan, aki direkt bevág jobbról, balról, meg nem tudom, de hogy én ezen csak ugye nevetni próbálok. Egyébként a T-betű valóban megvéd, de nem azért, mert hogy ő annyira előzékeny egyébként, hanem azért, mert félti az autóját. De ez egy jó dolog, mert hogy tulajdonképpen akkor elkerüljük a balesetet. Eddig csak az agresszióról beszéltünk, meg arról, hogy sokkos állapotba kerülhetett az apuka, aki ott hagyta a gyerekeket. Egy dologról nem beszéltünk, a felelőtlenségről. Azért azt nem gondolom, hogy a meleggel együtt jár az is, hogy felelőtlenebbek vagyunk, mégis nagyon-nagyon sokszor előfordul, hogy gyerekeket ott hagynak az autóban, kánikulában, akár még az ablakot sem húzzák le. Igen, én azt gondolom, hogy azért ez együtt jár azzal, hogy oldódik ez a felelősség érzet. De hogy azért persze vannak itt határok, és ez egy szélsőség, amiről beszélünk, hogy valaki ott hagyja a gyerekét. Tehát én még mindig jó hiszem vagyok ott ebben a helyzetben is, hogy nem lehet ott felejteni a gyereket. Ez nem egy csomag. Tehát, hogy alapvetően, ha ez így lenne, az egy súlyos mentális zavarban szenved az az anyuka vagy apuka, aki tudatában van annak, hogy ő most itt hagyja a gyerekét, és hogy veszélyezteti. Tehát, hogy a mentális zavar következménye, hogy nem méri fel a veszélynek a lehetőségét, ilyenkor valóban ez a felelősségvállalás csökken. Egyébként pedig az esetek többségében azt gondolom, hogy létrejön ez a fajta tudatmódosulás. Egyszer, amikor még tanítottam, akkor volt egy tanítványom, egy kisfiú, aki 1 órát késett a tanítás, és kérdeztem, hogy mi történt. Hát az történt, hogy anyáik reggel elindultak az autóval az iskolába, hogy elvisztek, megérkeztek az iskola elé, hátrafordultak, hogy Győző, szállj ki. Győző nincs itt. És ott hagyták a gyereket. Ez még a jobbik verzió. Na, dicsérjük meg Makai Gábort, mert ő debütált ma nálunk. Igen, még soha nem voltam a Stormon, úgyhogy ez így van. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen.